Sziasztok! Ebben a videóban a Beholder Kft. Új játékáról, az Argum Cityről szeretnék bizonyos részeket bemutatni. A játékban, ahol belépéskor a birtokunk fogad minket, innen elérhető a játék minden fontos funkciója. A tájékozódás megkönnyítendő, csillogó markerek jelölik azokat a helyeket, ahol érdemes rákattintani. A jobb felső sarokban látható a játék négy alapvető erőforrása: a kredit, az energia, a zen és a kutatáspont. Az erőforrásokat a cégünk állítja elő. Ha például több kreditre, azaz pénzre van szükségünk, érdemes kredittermelő épületet építenünk, mint például a bányatelep. Az épület rákattintva láthatjuk, hogy mennyibe kerül és miből annyit tud előállítani. A termelés fülön láthatunk egy összesítést is az óránkénti termelésből, és hogy azt mi módosítja. A termelt erőforrásokat a játékban található számos épület és játék hasznosítja. Nézzük meg például a műhelyt. A műhelyben vagány harci robotokat építettünk. Ahogy műhelyünket továbbépítjük, újabb és újabb modelleket kutathatunk ki. A robotot felszerelhetjük fegyverekkel és páncélokkal. Emellett energiából kifejlesztettünk különböző szakértelmeket is a robotunknak. Az arénában megmérkőzhetünk más robotokkal. A heti bajnokságban más játékosok robotjait hívhatjuk ki. A robot feje a fejét támadja, a teste a testét, és a karja pedig a karját. Ugye itt megállíthatjuk, hogy milyen kapacitás működjön melyik testrészre, és így megkereshetjük az ellenfél gyenge pontját. A győztes csatáért érceket kapunk, amit új felszerelések elkészítésére használtunk fel. Ezeket a felszereléseket először ki kell kutatni, aztán utána el tudjuk készíteni. Ahogy robotunk szintet lép, újabb és újabb felszerelések nyílnak meg. Az arénán van egy kihívás is, ahol egyre erősebb robotokkal csatázhatunk. Attól függően, hogy meddig jutottunk el, minden nap kapunk jutalmat. Ez a gólemed láthatóan, ez egy izmosabb dög. Hát ez elég el fog minket kapni most. De ha a robotunk erősebb lesz, akkor majd lehet újra próbálkozni ellene. A vendégházban alkalmazottakat bérhetünk fel. Ugye itt a toborzás fülön az alkalmazottak hűségét mutatja, hogy milyen színűek. Például a zöld, ez egy hűségesebb alkalmazott. Ezen kívül mindegyiknek van két egyedi szakértelme, amikor felbéreljük őket, érdemes ezeket is megnézni. Az alkalmazottunk számos tulajdonsággal rendelkezik, amelyek szintlépéskor fejleszthetők. Ezen kívül adhatunk nekik felszereléseket is. A robotokhoz hasonlóan ezeket a felszereléseket először ki kell kutatni, és utána lehet őket megvenni. Felszerelésekbe speciális csipek ültethetők, és a fegyverek tovább is fejleszthetők. Ugye az alkalmazottaknak egyik fontos jellemzője, hogy energiaalapú fegyvert használ, mint például a plazmavető, vagy pedig kinetikus fegyvert, mint például a géppuska. A felszerelések pedig ennek megfelelően adhatnak elvédekezést, vagy kávédekezést. Az alkalmazottakat számos helyen bevethetjük. Harcolhatnak például a városra szabaduló mutáns óriás szörnyel, átküldhetjük őket idegen világokra a szövetségünk térkapuján keresztül. Van a robotokéhoz hasonló aréna, ahol harcolhatunk különböző szörnyekkel és más játékosokkal is. És van a barlang, ahol különböző küldetések során lehet bevetni őket. Harc az nem real time, egy adott körben kiválaszthatjuk, hogy melyik karakter melyik képességét használja. És akkor minden karakternek választhatunk egy képességet, akkor ugye lefut az adott kör, kiosztásra kerülnek a sebzések, és jön a következő kör addig, amíg valamelyik harcoló el nem pusztul. Számos taktikálási lehetőség van, lehet védeni egymást, gyógyítani, de persze gyengébb ellenfeleken könnyedén átgyalogolunk.
Ugye itt meg lehet nézni az ellenfelek statisztikáit is, akinek esetleg alacsonyabb a E-védekezése, az ellen energiafegyverekkel érdemes harcolni, akinek alacsony a K-védekezése, az ellen kinetikus fegyvert célszerű bevetni. És persze nem árt a karakterek életpontjára is figyelni. Ugye ha győzünk, akkor kapunk egy csomó jutalmat, és hogyha alkalmazottan kifáradtak, elküldhetjük őket pihenni, és a szökőkútnál tudnak meditálni és tapasztalati pontot gyűjteni. Most pedig evezünk kevésbé komoly vizekre, a kőkemény fejlesztés és harc helyett a kennel inkább a cukiságról szól. Itt találhatjuk kedvenc állatkáinkat, akiket tetszés szerint tudjuk öltöztetni, konfigurálni, különböző párnát ad neki, más kinézetet, megváltoztatni a fülét, szarvát, amit csak szeretnénk. Gondoskodnunk kell az etetésükről és a boldogságukról is. Hogyha adunk neki kaját, akkor nő a jó lakottsága, hogyha pedig játékot, akkor nő nekik a boldogságuk. Az egészen pici porontyok, azok csak tejet igényelnek meg cumit, aztán ahogy nőnek, egyre nőnek az igények is, van a idősebbek már pattogatott kukoricát esznek és hintával játszanak, a egész idősek pedig HKK-znak, meg pizzát, meg homárt esznek majd. A kedvenceket hozzárendelhetjük az alkalmazottainkhoz, sőt, aki nagyon szívtelen, az még fúzionálhatja is őket, és egyesíthet két állatkát. Ezen kívül lehetőség van arra, hogy a kedvenceink egy ilyen kedvencépítő versenyben versenyeztessük más játékosokkal, sőt, van szépségverseny is, amire benevezhetünk, és szavazhatunk más játékosok kedvenceire, a legjobbak pedig speciális fűszereket kaphatnak majd. Ha mennyit beszéltünk a játékról, akkor vessünk egy pillantást a karakterünkre is. A legfontosabb jellemzők az egészség, hírnév, boldogság, szerencse. Megváltoztatjuk a karakternek a kinézetét és az öltözékét is. Ugye adhatunk rá egy pólót vagy öltönyt, és lehet akár egy vékony a karakter, vagy izmos, vagy egy kicsit testesebb is. Növeszthetünk neki bajszot, és megváltoztatjuk akár a színét is. És persze, ha ki valaki lánya játszik, az ugyanígy a lány karaktert tudja beállítgatni. Van szépségverseny a karaktereknek is, ahol ugyanúgy be tudunk nevezni. Ugye a fiúk a lányokra szavaznak, a lányok pedig a fiúkra. Visszatérve a karakterre, számos szakértelmünk van, amit szakértelem pontokból fejleszthetünk. Minden szinte 3 szakértelem van, és ezek közül mindig csak egy lehet aktív. El kell döntenünk például, hogy a kredit, a zen vagy a kutatáspont termelésünkre szeretnénk bónuszt kapni. Az időbeosztásban megadhatjuk, hogy a karakter mivel fog foglalkozni a következő 24 órában. Ez ugye a pihenésnél az alapértelmezés az a 8 óra alvás. De mondjuk, hogyha akarom, akkor mondhatom azt, hogy helyette csak 6 órát alszom, de viszont elmegyek pókerezni haverokkal. És akkor ez azt jelenti, hogy ettől csökkenni fog az egészségem, viszont nőni fog a szerencsém. A munkahelyemen is választhatok, hogy megfeszített munkát, munkai tornát végzek, találkozok az alkalmazottakkal, és ezzel növelem a moráljukat, vagy pedig kutatást végzek.
És persze a szabadidőben is, hogyha akarunk, elmehetünk teázni, sportolni, gondoskodhatunk a kedvenceinkről. És a végén megnézhetjük, hogy mi milyen változást fog okozni, és hogyha elégedettek vagyunk, akkor véglegesítjük. Az egész az, hogy ez csak néhány kattintást igényel, és hogyha akarjuk, következő nap is megtarthatjuk, és egy gombnyomásra jóvá hagyhatjuk, hogyha ugyanezeket a változásokat szeretnénk. Minden játéknak ennek is megvan a saját boltja, ahol erőforrásokat vásárolhatunk. Viszont más játékok ellentétben itt nem kell a inventory miatt aggódni, nem kell új inventory helyeket vásárolni, nem kell állandóan rendezgetni, minden tárgyból lehet nálunk, és mindent megtanulunk ott, ahol éppen szükség van rá. Egy birtok elengedhetetlen kelléke a kert. Krumplit, répát, sárga répát és más zöldségeket termeszthetünk. Ezek elfogyasztásával pedig hőspontot, hűségpontot és más hasznos erőforrásokat kapunk. Hát én személy szerint a brokkolit annyira nem szeretem, de itt azért hőspontokat fogadni, úgyhogy párat azért lerakunk a kertben. A konyhakerti tátika pedig a szövetségbe beváltható adománypontokat fog termelni. Hogy más épületekben itt is lehet magokat kikutatni, ahogy nő a kertünk szintje, például a zamatos salátát most kikutatjuk. És mellette veszünk még egy pár krumplit. A kert és a többi épület szintjét egyébként a kúriában fejleszthetjük, amikor a karakterünk szintet lép. Mindig egy épületet tudok építeni, és egyet pedig kutatni. Az, hogy az épületek szintjét meddig fejleszthetjük, az a karakterünk szintjétől függ. A karakter pedig ugye attól lép szintet, hogy tapasztalati pontot kap. Tapasztalati pontot úgy lehet szerezni a játékban, hogy teljesítjük a napi küldetéseket. Hát ezek aránylag egyszerűen könnyen meg lehet őket csinálni, hogyha már jó pár teljesült is. Ugye itt nőtt a karakter tapasztalati pontja. A napi küldetések mellett vannak állandó küldetések, amelyek egy-egy épülethez tartoznak, amiket szép sorba tudunk teljesíteni. És emellett a játékban van több száz cél, amit, hogyha teljesítünk, mindegyikért egyedi jutalmak járnak. Többek között különleges gyűjtemények, műtárgyak, relikviák, amiket is meg is tekinthetünk itt. Itt vannak a festmények, szobrok, hát még olyan sokat nem gyűjtöttem össze. Akkor itt vannak a drága kövek és ékszerek, ezek pedig a felbecsületetlen értékű HKK lapok. Na, ebből is megvan néhány. És persze itt vannak a relikviák, mint a Jobs almája, Gates szemüvege, vagy például az Arkíliai galaxis. Ezeket a relikviákat sikerpontokba lehet fejleszteni, amiket az egyéb gyűjteménytárgyakért kapunk, és ezek különleges képességekkel ruházzák fel a karakterünket. A birtokon helyet foglal még egy bánya, ahol különleges érceket bányászhatunk. Ugye meg lehet nézni, hogy melyik talán érdemes bányászni. Ehhez is tartoznak szakértelmek, amiket fejleszthetünk. És az így kibányászott ércekből pedig ilyen speciális csipeket gyárthatunk, amelyekkel, amit már mutattam, az alkalmazottak felszereléseit tudjuk fejleszteni. Nem ejtettünk még szót a garázsról. Egy milliárdoshoz méltó gyűjteményre tehetünk szert, és minden egyes autónak lehet fejleszteni a tulajdonságait. A megszerzett autókkal pedig elindulhatunk az autóversenyen. Egyszerűen csináltunk egy ilyen hangulatos kis retro autóversenyjátékot. Ugye itt attól függően, hogy milyen helyezést érünk el, szintén jutalmakat kapunk, tudnak az autók fejlődni és sikerpontokat adni a karakterünknek.
Szerencsére a játékban nincsenek kötelező elemek, mindenki azzal játszik, amivel akar, hogyha valamelyik játékban nem vesz részt, vagy nem fejlődik, akkor sincs semmi probléma, vagy lemaradás ebből. A játékban számos lehetőség van más játékosokkal való interakcióra. A chaten tudunk más játékosokkal beszélgetni, társalogni, barátként megjelenni őket. Ugye itt később a barátainknak meg lehet nézni a karakterlapját is. A barátainknak segíthetünk a kalandokban, a kertjüket meg tudjuk gerebézgetni, és megnézhetjük a velük történt eseményeket az üzenőfalon. Ezeket az eseményeket meg lehet osztani, kommentálni, lehet lájkolni, szóval egy ilyen mini közösségi portál is van a játékba beépítve. Ezen kívül a barátainkkal komplett városokat alapíthatunk, ezek a játékban a szövetségek. Az adományokból, ugye tudunk alakozni például kreditet, különböző épületeket emelhetünk, amelyek mindenféle bónuszt adnak a karaktereknek, mint például az akrárium, vagy a sportpálya, vagy itt van a egyetem. A térkapuba pedig a barátaink együtt átléphetünk más világokra, ahol veszélyes szörnyeket legyőzve különleges kincseket szerezhetünk. Már hogyha elég erősek vagyunk hozzá. A játék elsőre valószínűleg elég összetettnek tűnik, de a lehetőségek sorban fokozatosan nyílnak majd meg, van lehetőség mindenre megismerkedni. És ugye a játék minden paneljén van egy ilyen pici help, ahol az adott panelről segítséget kérhetünk, hogy az hogyan működik, mit lehet ott csinálni. Tehát ha elakadunk, akkor is van segítség. A játék beta tesztje várhatóan 2-3 hónapon belül fog elindulni. Ha nem akarsz róla maradni, akkor mindenképpen iratkozz fel a hírlevelünkre a weboldalunkon. A játéknak lesz PC-s verziója és telefonos verziója is. Köszönöm szépen a figyelmet!